Egy házas pár, akiket összetart a futball szenvedélye is, esetükben a korábbi válogatott labdarúgó edző szakkommentátor fértő alig marad le a feleség, aki fociblogot ír, sperlekedik a szeretett magyar focival úgy is, mint a Fradi egykori legendájának és elnökének lánya. Vukovics Páncsis Diana és Vukovics László kettőse következik. Hát foci kérdésekben, sziasztok, jó reggelt kívánok! Öreget. Adódik a kérdés, hogy annak idején, gondolom a focinak köszönhető, hogy megismerkedtetek, nem? Tehát mondjuk, amikor uh, még Lacika, és adjak a Fradinak, én felteszem, nem? Igen, meg annak is, hogy közel laktunk egymáshoz, és gyakran összefutottunk, és már akkor is nagy huncut ember volt az én férjem, és rendszeresen úgy engedett át az autó, vagy ilyen, ilyen nagyon nagy mozdulattal, és édesanyámmal még beszéltük, hogy jesszus Mária, és aztán ő lett a férjem, Aha. úgyhogy. De, de én, én, én azt gondolom, hogy valami... A népligeti nem... szatír. A népligeti szatír, de hát ez, ez, ezek mind olyan kis finomságok ami kapcsolatunkban, tehát ez jó. Ezzel nagyon sokat szoktunk nevetni. A lányunkat egy kicsit megviseltem, amikor először olvasott erről, hogy az édesapja mivel mulatta az idejét az edzőtáborban, de már a helyén kezeli, mert tudja, hogy egy áldott jó ember. Hát ezt már sokszor elmondtam, az egy fölfújt történet. Ja hát ez jó, hát egy persze. <coughs> ártatlan vicc volt és holt szezon volt és akkor így írták meg az újságok, tehát egy, egy ártatlan Itt is csak hülyeskedünk. Na most <coughs> voltak éppen akkor a, a foci iránti oltalatlan érdeklődés és családi örökség itt mindenkinél, de hogy lehet elnézni akkor fradistaként azt a vargabetűt, ami, ami az újpesti játék volt? Teljesen belefér abba a profi gondolkodásba, amit a, a Laci képvisel, szerintem a mai napig is. Ő, ő azért a klubért hajt, ahol, ahol, ahol őt alkalmazzák, de ettől ő megmaradt vég. Tehát én nyilatkozta is, hogy ő megmaradt Ferencvárosi érzületűnek, azóta is az, de nem tagadja meg azt a korszakát, és, és nagyon sikeres korszaka volt. Na most Laci, az, hogy hogy itt ennyire focival fertőzött a család, ebben neked volt nagyobb részed, vagy te már ilyen nőt vettél feleségül? Hát ő is ebben a közegben nőtt fel, de hát a gyerekekben pedig beleívódott, nem köteleztük őket semmire, hanem egyszerűen az, hogy mi jártunk meccsekre, megszerették ezt a légkört, és mi nem kényszerítettük, hogy már pedig a fiamat se kényszerítettem rá, hogy focista legyen, focizott, de abba hagyta, tehát nem lesz profi futbalista belőle. lányom is nagyon megszerette a sportot, és imádnak a futball közegben lenni és meccsre járni. Na most a közben ugye Lia, elég kritikusan szemléled a magyar foci jelenét, blogot is írsz, és mintha nem igazán szimpatizálnál a Fradi jelenlegi vezetésével. A, a Fradi, meg a Fradi vezetésbe belelátni, az is egy családi anyamány, hogy édesapád volt Fradi elnök is. Jól látom, hogy nem szimpatizálsz, hogy szereted őket, csak értük haragszol. É, azt gondolom, értük haragszom inkább. Legtöbbször úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy olyan ez a jelenlegi Ferencváros, mint egy gyönyörű szép torta, amiből kihagyták a cukrot. Tehát nagyon szép, gyönyörű a stadion, néha kungo arénának hívom, mert olyan kevesen vannak benne, hogy az, az víz hangzik, amit ugye a az a kevés néző ki tud jó, magába az viszont, nem? igen, hát akkor tartsunk ott opera előadásokat, mert azt gondolom, hogy a futball az most hiányzik. Bár most hosszú a kis a Ferencvárosnak, úgyhogy reménykedem abban, hogy, 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 egy szép tavaszi szezon elé nézünk, és nem az lesz, amit a blogban szoktam írni, hogy mi a, a bronzot ünnepeljük aranyként, hát valahogy mindig a kommunikáció arra felé tendel, hogy, hogy nagyon nagyot ígérnek, és utána valami lesz belőle, de, de a szurkolók szájíze tehát keserű marad. Ilyen értelme, Aci, szerinted túlzás, vagy így kell a Fradinál megfogalmazni a célokat, amikor azt mondta a vezetés a télen is, akár a lemaradás, be lehet hozni a videóton. Tehát továbbra is bajnok lehet a csapat. Egy Fradinál mindig a győzelem, a cél mindig a bajnoki címa, a kitűzött álom, de jelen pillanatban ez nem reális elvárás. Nyilván az a cél, hogy minden meccset megnyerjél, és amire elég lesz ez a begyűjtött pontszám az, azt a helyezést fogod elérni, de idén már a videónak akkora a forja, hogy idén ez már lehetetlen. Lehetetlennek érzed. Hát az Akkor összes harc az, az, harc az ezüstér, nem? <kül> igen, igen, az ezüstér az, az reális lehet, mert a Fradi Debrecen MTK3-asból kettő oda fog érni a dobogóra. Na most, uh, Dia, te azt is uh, nehezményezted egy bejegyzésbe, hogy eladták Holman Dávidot, igaz? Igen. Na most, de miért? Rossz irány külföldi játékosokkal feltölteni a keretet, hogyha egy tehetségre van vevő, hát persze nézzük az árat is, akkor nem kell eladni? Azt gondolom, hogy nem tudják, a, a Ferencváros legyen egy, egy magyar játékosokkal feltöltött klub. Szerintem vettek sok olyan játékost, aki, akihez hasonlót itthon is tudtak volna találni, a Dávid egy, egy végtelenül tehetséges, rendes és jó felfogású fiatalember, nagyon jó a családi indítatása, én most szurkolok neki, hogy kiköltözött Lengyelországba, írtunk is, hogy, hogy, minden jót kívánok neki, de legyenek, legyenek magyar játékosok egy, egy, egy magyar csapatban. Világos, tehát több magyar játékos a fradi van. De olyan, külföldi akkor jöjjön, ha olyan minőséget képvisel. Kiszorítja a, a magyarokat. egyértelműen, tehát ne lehessen vita az, hogy most ez játszik, vagy az játszik, ez olyan minőség legyen, aki egyből stabil kezdőjátékos. Úgy hát csak, ember. csak ugye nyilvánvalóan van egy, van egy német menedzser, egy német vezetőedző, ő, ő ha meg is próbálja találni a magyarokat, de Azért előszeretettel néz körül más piacokon is? Nekik el kell tenni x időnek, mondjuk legalább egy évnek, mire fölméri teljesen a magyar piacot. Addigra meg elmegy egy bajnokság, következőre viszont már ismeri azt a részét a magyar <kül> futballnak, de addigra mondom, egy bajnokság már elment. Viszont Dolnak most már idén föl kéne mutatni olyan eredményt, olyan csapatot, ami harcba száll az aranyért. Amiről te magad mondtad, hogy sajnos nem tűnik realitásnak. Most ebben a kerettel a most kezdődne a bajnokság, reális egyenlő eséllyel indulna a Ferencváros a bajnoki címér, a Debrecennel és a Videotonnal, de, de mivel ekkora a forja a Videotonnak, ez a bajnokság már szerintem elment. Ott a, az, ősz, az ősz volt a ősz, szempontból. Mennyit erősödött a keret most a, a télen, hogy látjátok? Szerintem jó. Hát ez Ottom, minőségi haladunk, igazolás a, a, a hajnal is, meg a, ez a Ramirez is, akit olvastunk, Varga Roland is szerintem beépíthető a Ferencvárosba. Most úgy érzem, hogy kezdő csapatba igazolt a Fradi, amit már régóta hiányoltam egy-egy kivételtől eltekintve, hogy keretbe igazolunk, és akkor hosszabb-hosszabb a kispad, ami szintén fontos, de a minőségek eddig hiányoztak. Hát remélem, hogy most úgy összeáll a csapat, hogy jövőre tényleg a bajnoki cím összejön ha visszatérve arra a Kongó arénára, ha azt, a, azt kutatjuk, hogy mi az oka annak, hogy nincsen ebben a gyönyörű stadionban több néző, akkor egyrészt adódik, hogy van egy áldatlan konfliktus az Ultrák szurkolótábor meg a klubvezetés között, de ugyanakkor nyilvánvalóan hogyha lenne egy olyan stílus, vagy van egy olyan stílus, meg van egy olyan látványos játék, ami, ami tűzbe hoz, és lelkesíti a közönséget, akkor azért nőne a, a, a nézőszám, nem? Tehát azért ez két összetevős szerintem. Talán ebben reménykedik a, a klub is a tavaszi szezon előtt. Sok minden, tehát a párbeszédet én hiányolom. Ugye a klub jelenlegi elnöke szintén ultra volt annak idején, amire nem annyira szeret visszaemlékezni, vagy nem úgy, ahogy ő ezt az ultraságát megélte. A jelen, le, tehát én mindig azt mondom, hogy én a rend mellett vagyok, de de az ellen, hogy hogy a szurkolókkal ezt tegyék. Mindenhol vannak rendbontók, régen is voltak, amikor a, a 90-es évek elején, vagy még édesapám regnálása idején is erőteljesen voltak jelen a szurkolók a lelátón. Nem gondolom, hogy bele tudtak szólni olyan dolgokba, amiben egy erőskezű vezető meg határozta, hogy ebben nem szóltok bele, akkor akkor erre nincsen lehetőségük. Én ezt gyenge védekezésnek tartom Kuvatov Gábor részéről. Azt látom nála mindig, hogy ő kifogásokat keres, és, és válaszokat viszont nem. Uh -huh. Ti egyébként ott vagytok minden sem? Nem uh -huh. jutunk is sajnos a mérkőzésekre, ez is egy érdekes történet. A Ferencvárosnál a bajnokoknak és a, a bajnokok családtagjainak nem jár automatikusan belépő, és nálam ez már egy küldetés, hogy amíg ez így van, én nem megyek meccsre. Ter ter természetesen más mérkőzésekre járunk, szeretettel látnak minket rendszeresen az MTK, a felcsút a Videoton meccsein, a Ferencvárosra valamiért nem jutunk ki. Uh -huh. De akkor te szolidáris vagy? Én abszolút szolidáris vagyok, mert ebben a részével egyetértek, hát tettünk le nem csak én, hanem jó páran a Ferencvárosért annyit, hogy ez szerintem dukálna nekünk, ha így gondolják, akkor ebben én szolidáris vagyok, igen. No, a tavaszról még egy-két dolgot, ha mindemellett a csapatot illetően optimisták vagytok, akkor kiktől vártok ezen a tavaszon izgalmas, meg jó teljesítményt? Szóval ki, a, ki, a, ki a vagytok a legkíváncsiabb? A Fradin belül, mint igen, a így van, így van. Hát most nagyon jó hírek érkeznek Törökországból, például Lamáról, ha ő, mert ezt tudtuk, hogy a Premier league ben játszott, onnan igazolta a Fradi, de amikor idejött, nem volt éppen a legjobb állapotban. Én nagyon bízok benne, hogy nem fogja a teljesítményét befolyásolni sérülés, akkor most fel tudják építeni az alapozás alatt, akkor ő, ő egy húzó ember lehet a Ferencvárosba. Remélem, hogy a Roland is beilleszkedik, és hát a hajnal Gerát biztos, hogy sokan mondják, hogy ugyanaz a poszt, de hát ők úgy tudnak futballozni, hogy meg fogja találni Tomás a helyüket. Tehát át. jól tudnak majd szerintem együtt. Igen, és mögéjük ispályára. be fog tenni egy védekező embert, az most eldönti, hogy kit, de ők fogják csinálni a focit, és szerintem kreatívabb lesz a Fradi játék, amit nagyon sokan hiányoltak köztük. Na, jó pont az a látványosság, is. igen. Igen, előre, hogy a felállt védelemben a Fradi legtöbbször avval találkozik, ezek a játékosok már képesek lesznek arra, hogy több helyzetet alakítson ki velük a Ferencváros. Dia, neked ki ebbe a keretbe, ebbe a mostani csapatba Ebben maximálisan a női és érzelmi vonalat viszem, az én gyerekeim imádják Böde Danit, és fogadott fiam jóval Levente, úgyhogy ők, 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 nekem nagyon kedvesek a szívemnek. Ezen nagyon jókat szoktunk a Lacival nevetni, mert ő szakmailag mondja, én meg érzelmileg, és akkor ebből szokott kijönni ez a, ez a kerek Ill, egész. Ill kerek. Így van. Sokan, ugye maga Dárdai Pál is a magyar futballra a német példát tartja követendőnek, és hát ugye a Fradinális, itt van, Thomas dol, egy német mester. A Bundesliga a tanulságainak levonása az segíthet a magyar emlékem? Ez egy jó kérdés, más közek. Hát nyilván ő át szeretné hozni azt, ami ott működik. Hosszú távon igen, rövid távon szerintem még nem, de látom, hogy mit szeretne Thomas Dól, munkába hisz a stabil védekezés, és abból fölépíteni a játékot, amihez szerintem tavaly pont ezek az emberek hiányoztak, akikről az előbb beszéltünk. Még egy-két finomság azért, hogyha a bajnoki címbe gondolkozunk, még, még kell, de de jó az irány. Uh -huh. Hát ö, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor ö, szenvedélyes értetek haragszom, fradi szeretetet nektek a jövőben, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük.